1941 és 45 között körülbelül mintegy 200 ezer magyar zsidó áldozata volt a holokausznak. A legnagyobb megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar állampolgár volt. A holokauszt 70. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a tatabányai Jászai Mari Színházban. Nem szabad elfelejteni, ami történt. Egyre távolabb kerülünk ettől, hála Jóistennek, de az a fajta gondolkodás, ami idáig eljuttathat egy társadalmat, az ugyanúgy megvan ma is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt még rögtön a legelején az első gondolatoknál tisztába kell tenni, hogy ez hova vezethet. A megemlékezésen a színház művészein kívül közreműködött a Schneidberger Zenei Tehetségközpont két fiatal művésze is. Ezen kívül az Agora által készített Olyan korban éltem én című dokumentumfilmből is láthattak részleteket a nézők. Onnan kivittek Auschwitzba, Mengele, akkor a Mengele szétosztotta az öt ember, a nagyanyámat, a 80 éves nagyanyámat, a 13 éves korban elvitték. De igazából igyekeztünk valódi túlélők, illetve azok leszármazottaik visszaemlékezését, tehát eredeti megtörtént emberi történeteket összegyűjteni, és méltóképpen reprezentálni a nagyszerű művészek segítségével, valamint a helyi vonatkozásokat is igyekeztünk felkutatni, tehát a nézők fognak látni bejátszásokat, itteni a tatabányai komáromi győri körzetből származó túlélők leszármazottak történeteit hallgathatják meg. A színház vezetősége fontosnak tartotta, hogy még ennyi év elteltével is méltón emlékezzenek meg a szomorú eseményről, a megemlékezés után pedig még jobban megerősödjön az emberekben a gondolat, hogy ezt a borzalmat soha nem szabad megengedni, hangoztatták a rendezvényen. A Duna mellett versen hangoztatták a menetet. A termesztő hidegben mindenkit vetkőzésre utasítottak, mondván nem sokára már mi sem lesz szükségük ruhára. Majd akkurátosan elkezdték belelőni a folyóba az embereket. A nagy hidegben azonban annyira átfáztak, hogy mire a sor közepére értek, elment a kedvük a gyilkolástól, és megmaradt néhány mesztelen ember,